Sziasztok, Zsófi vagyok, és ezzel a videóval térek vissza, egy év után körülbelül, megint, jól megígértem a múltkor, hogy majd most jövök újra, meg hogy Málna születését megosztom veletek, de az az igazság, hogy úgy döntöttem, hogy ezt nem teszem meg, sőt, még Vincéjét is leszedem. Lehet, hogy ez hozza a nézettséget, de én úgy érzem, hogy nem való ez a világhálóra, noha nekem is nagyon sokat segítettek ezek a videók, amiket én láttam mástól, de valahogy én azt érzem, hogy így túl kiszolgáltatottá válnak a gyerekek, meg én is, és nem hiszem, hogy a világhálón akarják majd viszont látni azt, hogy ők hogy születtek. Úgyhogy bár gyönyörű volt Málna születés, és lehet, hogy egyszer-egyszer majd beszélek róla valamit, de ilyen videó nem fog készülni. Olyan érdekes amúgy is a YouTube-nak az alakulása, ugye megszűntek a vlogok, vagy legalábbis nagyon kevés van belőle, átvették ugye ezek a nagyon rövid videók a YouTube hosszú videók szerepét, amik nem mondom, hogy rosszak, de hát mégsem ugyanaz 60 másodpercben végignézni valaki napját, vagy egy gyakorlatsort, vagy egy főzős videót, mint hogyha azt így ki tudják fejteni egy 15-20 perces videóban, amiket én egyébként nagyon szerettem. Nagyon szerettem mondjuk főzés közben nézni ezeket. És persze vannak a podcastok, amik nagyon jók, de általában ez azért inkább ilyen nagyon hasznos, nagyon edukáló tartalom, vagy lehet, hogy én nézem ezeket. Meg vannak persze jó beszélgetések, de azok mind ilyen, ugye ilyen nagyon megszervezett beszélgetések, interjúk, és nekem tökre tetszettek ezek a szabadabb vlogok, mint régen. Úgyhogy most én egy ilyennel visszatérek, és méghozzá azt már a címből láttátok, hogy felkészülök újra egy versenyre, egy futóversenyre, ahol nem fogok 10 kilométert lefutni, de egy 10 kilométeres edzéstervet fogok a Runkeeperrel így virtuálisan megcsinálni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de többiről már beszélek a videókban. Na hát akkor ez egy olyan sorozatnak az első része lesz, ahol megmutatom nektek, hogy készülök föl. Hát egy 5 vagy egy 10 kilométeres versenyre, és engem ugye nem a verseny érdekel, hanem az, hogy ezt le tudjam újra futni. Sokszor láthattok az Instagramon, hogy jövök futni, de én egyébként tényleg ilyen 2-3-4 kilométereket futok. Régen ugye ez volt 10, még Vince előtt, tehát 6 évvel ezelőtt, vagy még több, akkor 10-12 kilométer az mondjuk egy ilyen, átlagos jó futásom volt, de mióta én Vincével terhes lettem, azóta nem futottam ilyen nagyobbakat, egyszerűen képtelen vagyok rá, mert annyira fáradt vagyok. Ugye azóta megszületett Málna is, még mindig nem alszunk nagyon, szóval 6 éve nem aludtam ki magam, de úgy döntöttem, hogy így most szeretnék valami célt így kitűzni. Eddig tökéletes volt az, hogy fussak. És nagyon jól éreztem magam benne. Ugye, ha Instagramon követtek, és egyébként ezt tökre ajánlom, mert ott nagyon mindennapi a kommunikációm, és nagyon sok motivációt adok nektek a visszajelzések alapján is. És ugye nagyon hirdetem az intuitív életmódot, és hogy akkor mi ebben az intuitív? Hát egyrészt az, hogy ma fogmosáskor találtam ki, hogy én a Spár maratonra, vagy arra a versenyre felkészülök 10 kilométerből. Na most ez azt hiszem, hogy amúgy úgy fog kinézni, hogy nem futok ott 10-et, csak 5-öt, és még 2-t ugye a Testreforma Klub társaimmal, mert ugye mindig van váltó, amin el is szoktunk indulni, ott egyfő 2 kilométert fut, és én ezt nem akarom odaadni semmiért, de az biztos, hogy sok lenne, hogy futok egy 10-est, és még 2-t. És nekem többet jelent az, hogy velük fussak, mint hogy magamért csak,
És így azt gondoltam, hogy nekem egy ötös, velük egy kettes, egyébként Vincével valószínűleg 1 kilométer, és akkor így már 8-nál tartunk darabokban, de nekem ez így jó lesz. Úgyhogy erre készülök föl mától. Teljesen adhok, azt gondoltam, hogy akkor én ezt most elkezdem videózni, és így térek vissza a YouTube-ra. És egyébként, ha bármilyen hasonlóságot láttok Gökler Kriszti hasonló videóival, vagy hasonló témájú videóival, az nem a véletlen műve. Nagyon szeretem Krisztit, nagyon szeretem az ilyen videóit, és viszont ő ebben jóval profibb, vagy lehet, hogy ő nem örülne egyébként ennek a szónak, bár csak azért, mert én így nagyon szerénynek ismertem őt meg, de hogy ő azért félmaratonra, maratonra készül, én most így azt mutatom meg, hogy a két gyerek után ebből az állapotból, ahol a kialvatlanságból indulhatnék inkább versenyen, hogy tudok eljutni mondjuk eddig a 8-10 kilométerig. Hát, erős kezdés volt. A Runkeeper nem érzékelte a GPS-t így, nem tudom, hogy mennyit futottam. Onnan tudom, hogy 4 kilométer volt valószínűleg, hogy ugyanannyi, mint amennyit máskor szoktam, ugyanott fordultam, és intervallokat futottam. Hát kb-ra mindegy, megvolt. Ezen kívül a combjaim úgy kidörzsölték egymást, ahogy még soha. Hát ezt nem fogom megmutatni, de amúgy nem értem, mert mindig kb. Ebben a nadrágban futok. Már ezen a nyáron nagyon sokat futottam, ez nyár elején, vagy a rövid nadrágos időszak elején szokott lenni. Rettenetesen fáj, meg fájt, na mindegy. Remélem szerdára jobb lesz, mert akkor mindenképp kijövök, max hosszú nadrágban. Na, egy ilyen fancy 10 óraival folytatom, ami egyébként így néz ki, semmi kedvem most ennél szebbre készíteni, viszont a joghurtot én készítettem, a lekvárt a barátnőm a saját kertjében szedett ribizliből, és ez pedig egy ilyen kovászos kalács maradék, amit szintén én készítettem még az örömpilátesz és piknik napra, ami most volt a Városligetben, úgyhogy ezt fogom enni. Jó reggelt, szerda van, és 2 nap telt el az előző futás óta, ezt mondjuk máskor is így csinálom. Nagyon álmos vagyok, mert bár nincsenek itt a gyerekek, én alapból se voltam soha nagyon jó alvó, de a gyerekek óta nagyon nem, ahhoz nekem nagyon sok nap kell, hogy egy kicsit visszaszokjak arra, hogy aludhatok, illetve hát amit itt a YouTube-on nem mondtam nyilván, hogy 2 hónapja elvesztettem az anyukámat, és hát ettől nem lett jobb az alvásom. Tudtam, hogy hetek, ahogy múlnak, ez egyre rosszabb lesz. Egyre többször érzem és tapasztalom meg, hogy ő nincsen, hogy milyen az, amikor nem hívhatom föl, amikor véletlen látok róla egy videót a telefonomban, amikor nem küldhetek neki egy videót a gyerekekről, vagy nem kérdezhetem meg, hogy kell valamit főzni. Úgyhogy nehéz. Nyilván minden szempontból a legjobb időszakot választottam ki erre a futásra, 40 fok van már megint, de nyilván valamiért ezt választottam. A combjaim, ugye mondtam, hogy borzasztóan sebesre, véresre dörzsölték egymást a múltkor. Hát, kentem ilyen Dóra Naturális krémmel őket. Ez a gyerekeknek egy ilyen gyógynövényes krém, ez szerintem tök jól hatott, de hát meglátjuk, hogy 2 nap alatt mennyit sikerült. Na, úgyhogy most 7 óra 10 van, szerintem egy 1:40 múlva elindulok, hát meglátjuk, mi lesz. Egyszerre dzsungel, jövő még nincsen, a múltat már nem kell.
nagy nehezen megérkeztem ide a futópályára, éppen az Induljon a Banzáj szólt a rádióban. Ebből a 40 percből másfél óra lett, ugyanis 40 percig a nadrágomat kerestem. Az egyetlen, amiben el tudok jönni, ugye a combom miatt. Hát felpróbáltam hosszút, hogy kész, én eljövök abba, de hát nem. Úgyhogy ezt levettem, akkor egy kicsit ideges lettem, hogy jövök el, és telik az idő, akkor lenyugtattam magamat, hogy meg lesz az a nadrág, gondoljam át, hogy jóvá tettem, és meg is lett. Úgyhogy akkor most megyek, hát hajrá nekem! A bemelegítés után még valamit szeretnék elmesélni, hogy ugye ezzel a nadrág mizériával tényleg nagyon idegesen vagy feszülten indultam el. Már ugye lenyugtattam magam, de hát mégiscsak eltelt egy csomó idő. Ez az én vesszőparipám, hogy ezt nagyon utálom. De hogy jöttem az autóval, az egyébként egy 5-6 perces út, és akkor egy nénit előre engedtem, hogy szegény most már hadd tudjon eljönni az autójával. Egyébként nem tudtam, hogy kit engedek előre, messze volt, de hogy olyan mosolyjal köszönte meg, amikor odaért velem szembe, hogy ez annyira feldobott, hogy utána így tök jól éreztem magam. Szóval ilyen pici dolgokon múlik. Nem igaz, hogy elvette a kedvem egy rohadt nadrág, és aztán meg egy néni mosolya csak így visszahozta. Úgyhogy akkor most el is kezdek futni. Így, hogy ezt felidéztem, így még jobb lesz. Na, túl vagyok rajta. Ez 4150 méter volt. Jóval gyorsabb voltam, mint a múltkor, de, mint kiderült, azt egyáltalán nem mérte a ránkíper, de mindegy. Úgyhogy nyilván itt is egy picit bosszus voltam, de gondoltam, hogy na most ezt az egyet engedjük el, akkor elkezdem ma, az is tökéletesen jó, és most mérte, és jó volt. Jó sebességgel tudtam futni. Végig, ahogy mondta az edző, van egy ilyen program, ugye azt mondtam, amit csinálok, és akkor duruzsol a fülembe, és ez egyébként jó volt, és hát nagyon jól esett, ez talán a legfontosabb, úgyhogy tökre várom a következőt, amit már most nem tudok, hogy mikor lesz, mert elutazunk, na mindegy, hát valahogy megoldom. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Éppen itt nyaralunk. És talán mondtam is, hogy nem tudom, hogy lesz a következő futás, de végül is eljövök itt futni. Szerintem az 5 kilométer az megtehető, hát ilyen környezetben, ami szerintem a legeslegjobb, nincsenek szúnyogok, ezt nem is értem, bár van rajtam egy ilyen szúnyogtapasz. A hosszával voltak kétségeim, hogy majd oda vissza kell futkoráznom, de Gergő volt hajnalban, és neki ment, úgyhogy remélem, jó lesz. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. 4,50 valamennyit futottam. Nehezen ment, nehezebben, mint a múltkor jóval, már az eleje is, tehát nem a hossz miatt. De nagyon örülök, hogy megcsináltam, és hát láttátok a felvételeket, hogy milyen helyen sikerült. Na, kiesett a fülemből, szóval hát egy ilyen helyen azért öröm volt futni, máshol is, de hogy nagyon örülök, nem szeretek új helyen futni amúgy, mert nem tudom, hogy hol kell visszafordulnom, hol nem tudok, és akkor ilyen 100 méterenként kell
váltogatnom az irányt. Na, de itt nem, már ezt felmértem előre, úgyhogy szuper, hogy ezt ma megcsináltam, és egészen biztos, hogy egy ilyen rövid kis hasizomtornát fogok még belerakni. Na hát így telt az első három futásom, azaz az első hetem a felkészülésből, és hogyha tetszett nektek, és szeretnétek, hogy folytassam, akkor légy szóljatok hozzá, vagy bármit mondjatok el kommentben, amit hozzászólnátok ehhez a videóhoz, ami eszetekbe jut. Lesz egyébként újra egy-két tornázós tartalmam is, de nyilván az azért a Testreforma klubban van, heti szinten, most már több száz új videó, vagy több száz videó van ott, teljes az elejétől a végéig, természetesen nem olyan, amit össze kell vagdosni magadnak, hanem bemelegítéstől a fő részen át a nyújtásig minden, illetve hát a hasreforma program. Ezekről olvashattok, hogyha szeretnétek a honlapomon. Most itt csak annyit akartam felvezetni, hogy azért lesz egy-egy ilyen régi típusú videó is, mint amit 10 évvel ezelőtt is készítettem nektek. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és írjátok meg ti is a tapasztalataitokat, akár futással, vagy más sporttal kapcsolatban, vagy azt, hogy motiváló-e számotokra az ilyen videó, és hát találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!